társadalmi kérdések, kultúra, kikapcsolódás, egészség, fél órában az életről. Ez itt a Bogodil Podcast. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Budapesti Barangoló sorozat legújabb podcast epizódjában. Ma nem is annyira helyszínre, konkrét helyszínre foglak titeket elkalauzolni, hanem két Budapest kiinduláspontú kezdeményezésről lesz szó, tehát ezek lesznek a fókuszban. Az egyik ilyen kezdeményezés az a pocket zsebkönyvek, és úgy összességében a pocketek, hogy ez mi is. Ezekről annyit kell tudni így alapjáraton, hogy olyan szépirodalmi kötetek, amelyek egy automatából alacsony áron vásárolhatóak meg, és tényleg ilyen icipici méretűek, pont azért, hogy egy falzsebben is akár elférjen, és tömegközlekedési eszközökön utazva tudjuk magunkba szívni a művészetet, az irodalmat. A másik kezdeményezés pedig a Hosszú Lépés Járunk nevet viseli, és tulajdonképpen ez így az idegenvezetéssel áll összefüggésben is a turisztikával, de hát nem is annyira idegenvezetés, mert sokkal inkább arra próbálnak minket ösztönözni, hogy mi, akik itt élünk Budapesten, Magyarországon, lássuk, hogy mi az, ami körülvesz minket, azokat az építészeti értékeket, azokat a történeteket, amelyek megbújnak a körülöttünk lévő épületekben, szobrokban, terekben. Mind a két kezdeményezésnek emellett célja az, hogy közösséget építsen, és közönségteremtő ereje legyen. És én azt gondolom, illetve a saját tapasztalataim azt mutatják, hogy mind a kettőként ezt a célkitűzést teljesíti is, vagy legalábbis nekem nagyon nagy ilyen élményszerűséget tudott mind a kettő okozni, hiszen mind a kettőhöz van személyes kapcsolódásom is, úgyhogy ezt is szeretném majd így bevezetni a mai epizódba. Illetve mindezeken kívül még amit így gorcső alá veszek, az egy könyvajánló lesz. Természetesen mi másból, hanem a pocket zsebkönyvből, ha már ez van most a mai epizódnak a fókuszában. A Mi van című könyvből fogok idézni, vagy hát felolvasni nektek egy-egy részletet. Úgyhogy egy igazán eseménydús és bő fél órának nézünk elébe. Lesz szó arról is, hogy hol lehet ilyen pocket automatákat találni, mennyibe kerül egy könyv, vagy mennyibe kerül egy ilyen hosszú lépés túra, és hogy ezek a kezdeményezések hogyan tudtak létrejönni, és ami még érdekesebb, hogy hogyan tudnak működni profit szempontjából, hogy ez megérje az alkotóknak, kitalálóknak, illetve hogy mi, akik fölhasználjuk, szívesen használjuk, és egy minőségi, szellemi értéket tudjunk belőlük venni, vagy elnyerni. Úgyhogy vágjunk is bele. Először akkor a pocket zsebkönyvekről és a pocket kezdeményezésről szeretnék beszélni. Ami érdekes ezzel a dologgal kapcsolatban az az, hogy alapvetően a Stalker csoport, vagy a Stalker kiadó hozta létre még 2018. április 11-én. Egyébként ez az kiinduló pont is egy, vagy a kiinduló dátum is egy jelképes dolog, hiszen ugye április 11-én van József Attilának a születésnapja, ugye ez a költészet napja is, úgyhogy ez nem egy véletlen egybeesés, hanem egy tudatos döntés, vagy egy kis marketing fogás is, ha lehet így nevezni, az ő részükről. Ezen belül pedig Vecsei H. Miklós, illetve Grecsó Krisztián, akik így a pocketnek az élén állnak. Vagyis ők a szellemi szervezői ennek, mert úgy ők válogatják össze azokat a könyveket, amelyek aztán a pocket formájában is megjelenésre kerülnek. Vecsei egyébként egy vele adott interjúban azt mondta, hogy igazából az összes kötet, ami eddig megjelent valamilyen szinten a kedvenc könyve, és nem is nagyon tudna választani, hogy így tényleg melyik általán a legeslegközelebb a szívéhez. Nagyon sok interjút meg cikket felhasználtam így ennek az epizódnak az összeállításához, és be is linkeltem, vagy linkelem így a podcast alá. Ez egy órás beszélgetés a YouTube-on, de hogyha így érdekel titeket ez a téma, a poketek, meg így az irodalom, akkor én mindenképpen ajánlom, mert ugye egy nagyon oldott hangulatú és egy tök jó beszélgetés Vecsei Miklóssal. Ebben az interjúban így nem szeretném lelőni magát az interjút, de egy-egy fontos dolgot, vagy ami nekem így különösen fontos volt, szeretnék kiemelni belőle, és ő említette ebben az interjúban, hogy amikor felkérte Grecsó Krisztiánt, hogy akkor lenne ez a kezdeményezés, és hogy beleszállna-e, akkor igent mondott, viszont később derült ki, amikor már sikerre futott a dolog, vagy úgy tűnt, hogy sikerre fut,
hogy Grecsó azt mondta, hogy csak azért nem mondta, hogy semmi értelme ennek a kezdeményezésnek, mert nagyon jó barátok vecsével. Tehát, hogy nagyon nem látta senki ebben az egész kezdeményezésben a jövőt, vagy az, hogy ez tényleg tud működni minden szempontból. Hát a tapasztalat viszont azt mutatja, hogy igenis működött. Már csak az a számadat is jól prezentálja ezt, hogy fél évnyi könyv, tehát fél évnyi kötet, amit arra számítottak, hogy fél év alatt fogják tudni eladni, azaz 2 hét alatt elkelt. Azt hiszem, hogy ez tényleg nagyon nagy volumenű siker. Ráadásul ekkor még csak 7 ilyen automata volt, és csak Budapesten, többek közt például a Móricz Zsigmond körtérnél, a Déli pályaudvarnál, a Keleti pályaudvarnál, a Víg Színház előtt, a Puskás Ferenc stadion metró állomásnál, hogy ekkora sikere lett, és ekkora igény volt rá, természetesen elkezdték bővíteni, és meglátták benne a további lehetőségeket is, és például akkor nyáron egy mikrobusz is járta a különböző nyári fesztiválokat, ahol szintén lehetett vásárolni ilyen könyveket. Indulásként még 990 forintos áron lehetett egyet kötetet megvásárolni, ez 2020 óta 1500 forintra emelkedett, ebben közrejátszott a koronavírus, mert nagyon sok támogatást kap nyilván a Pocket azért, hogy ilyen alacsony áron tudja tartani a köteteket. Sajnos ugye a vírus helyzet miatt ezek az összegek most más irányban csoportosulnak, úgyhogy ezért emelkedett most 1500 forintra az ára, de azt gondolom, hogy ennek ellenére is egy nagyon elérhető árkategóriában maradt, és azt az kezdeti célkitűzést továbbra is teljes mértékben teljesíti, hogy elérhető módon szeretné az irodalmat közreadni és megosztani. És ez olyan módon sikerült, vagy egy sikeres kezdeményezési projekté vált, hogy elkezdett ugye terjeszkedni több magyarországi nagyvárosban is, úgy, mint például Székesfehérvár, Győr, Tata, Vác, Pécs, Hódmezővásárhely, Szeged, de most csak néhányat említettem, mert tényleg nagyon-nagyon sok városban létrejöttek ilyen automaták. Erről találtam egy nagyon jó listát, hogy jelen pillanatban hol vannak ilyenek, és én ezt csoportosítottam teljes mértékben városok szerint, úgyhogy ezt is mindenképpen így mellékelem ide a podcast alá. Ezzel talán azoknak is kedvezek hónap során, akik nem Budapestről hallgatnak engem, hogy kicsit ők is közelebb kerüljenek így ennek a dolognak a vonzás körzetéhez. Úgyhogy mindenképpen ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, és azért is pozitív, mert tudott működni a kezdeményezés, és ez azt mutatja, hogy ilyenekre van igény. Illetve említettem, hogy az elején nem sok esélyt láttak ennek a dolognak a működésében. Ezt egy kicsit még szeretném részletezni, hogy ez miért is van így. Azért, mert azt tudni kell így alapjáraton, hogy amikor megszületik egy mű, vagy valamilyen alkotás, legyen az akár valamilyen írott novella, vers, vagy legyen például egy zene, az alkotónak a halálától számítva még 70 évig azt jogdíj illeti azt a művet, tehát ugye ez a jogdíj adott esetben ugye a leszármazottakat illeti meg, vagy kiadót, vagy ugye a tulajdonost. Azért nagyon csodálatos, amit így a Pocket folyamatosan véghez visz, mert hogy sikerül megállapodni a kiadókkal tényleg egyedülálló módon, hogy egy másik kiadó által újra a könyv egy más formátumban ki tudjon jönni. És ez azért bonyolult, mert jogilag ennek egyébként tök összetett háttere van, tehát nagyon komplex, mert egyrészt ki kell fizetni ilyenkor ugye a jogdíjakat, és azt is ki kell fizetnie a Pocketnek, ami kiesés éri például az adott kiadót az eladott könyvpéldányszámok miatt, és azért azt gondolom, hogy mind a két részről egy nagy eredmény az, hogy ez megvalósulhatott a kiadók részéről is, hogy úgymond engedmény tettek és eladták meghatározott példányszámban a szövegeket a Pocket számára, illetve a Pocket számáról is eredmény, hogy ők ezt így bevállalták, és tényleg utána mennek, mert például van olyan kötete a Pocketnek, ahol 120 különböző írónak van verse az adott könyvbe, és ugye ez adott esetben azt jelenti, hogy mind a 120 alkotóval, íróval kellett levelezni, kellett szerződést kötni, és ez iszonyatosan nagy munka. Ezt így átlátják,
látjuk, hogy tényleg mekkora munka és mennyi ember munkája van abba, hogy mi egy ilyen pocketkönyvet veszünk egy automatából az utcáról, az egészen elképesztő. Már csak olyan dolgokra is lehet így gondolni, hogy ahhoz is kell egy ember, aki az automatákat folyamatosan újra tölti. Vagy alapvetően az, hogy egy olyan automatát létrehoztak, amelyekbe beleférnek ezek a könyvek. Úgyhogy tényleg egészen elképesztő, hogy ez nem csak, hogy megszületett maga ötlet szintjén, hanem hogy véghez is lett víve, és megvalósításra is került. Úgyhogy én tényleg nagyon nyugodt szívvel is bátran ajánlom bárkinek, hogy olvasson egy-egy ilyen pocket könyvet, és aki esetleg attól félne, hogy mondjuk idősebb családtagjának venni, vagy ő maga már nem feltétlenül lát jól, és az az aggodalma, hogy nem látja esetleg a betűket a könyv pici mérete miatt, hiszen ezek tényleg ilyen kis farzsemben is elférő kötetek. Azt meg kell, hogy nyugtassam, mert én egyébként édesapukámnak is vettem egy ilyen kötetet ajándékba, egészen pontosan egyébként Karinthy Frigyestől az Utazás a koponyám körül című könyvet, és ő már egyébként szemüveges, és közelre nem lát olyan jól, nem okozott problémát különösebben neki a könyvnek az elolvasása, úgyhogy ezt a hibát, vagy ilyen kis probléma lehetőséget így szeretném előjáróban kiküszöbölni, és elérhető is, tehát, hogy egyre több helyen tudjátok megvásárolni. Egyébként így zárójelben megjegyezném, hogy nem ponzorálom, vagy hogy én nem kapok semmilyen juttatást azért, hogy reklámozom, vagy ajánlom őket, hanem tényleg azért ajánlom, mert hogy nekem személy szerint nagyon nagy élményt nyújtott, és már beszéltem arról, hogy ugye van egy ilyen közösségteremtő erő így a pocketekben. Azt még szeretném kifejteni, hogy ez hogyan is nyilvánul meg, mert hogy ha így olvasol egy pocket könyvet, és mondjuk veled szembe leül valaki a buszon, és ő szintén azt olvassa, akkor van egy ilyen összemosolyodás, egy olyan érzés, hogy mi így összetartozunk, vagy hogy így egy közösségbe tartozunk. Van egyébként egy olyan kötete a Pocket sorozatnak, aminek az a címe, hogy 100 szóban Budapest. Ez minden évben megjelent eddig. Ez egy novella, vagy egy ilyen történetíró pályázat a város lakóknak. Nagyon sok történetet ilyenkor beküldenek, és a 100 legjobbat kiválasztják, és ez belekerül a kötetbe. Ezt csak azért jegyeztem meg, mert így a budapesti barangoló kapcsán nagyon passzol, vagy nagyon ideillik. A Pocket az még kapcsolódik a hadikhoz is, hogy így tovább erősítsem azt, hogy minden összefügg mindennel, mert azt hiszem 2019-ben Vecsei Miklós tartott egy előadást a poketekről a hadikban, úgyhogy tényleg így egymásra rétegződnek ezek a dolgok. Illetve kapcsolódik a hosszú lépés járunk kezdeményezéshez is, azért, mert 2019. március 21-én alkottak közösen egy programot, ez pedig egy randi térképnek a megalkotása volt. Itt zárójelben megjegyzem, hogy a hónap során még várhattok hasonló tartalmat tőlem. Ennek a randi térképnek igazából az volt a lényege, hogy megjelent egy pocket könyv a Rejtő Jenőnek a munkásságáról, műveiből, és ehhez kitaláltak egy játékot, amely több helyszínen zajlott, és tulajdonképpen nem is játék volt, hanem valamilyen szinten egyfajta verseny is, és aki nyert, az egy ilyen nagyon szép ajándékcsomagot kapott, egyrészt egy 14 kötetes dedikált pocket összest, másrészt pedig a hosszú lépés is járunk fölajánlott két belépő áprilisi séta jegyként. Én annyira örülök mindig, amikor így ilyen kezdeményezésekről hallok, hogy így benne van a tűz, a fiatalság, az, hogy így tényleg akarunk tenni valamit, és hogy így teszünk is, mert hogy meg lehet valósítani, és ebbe a két kezdeményezésbe abszolút benne van ez. De mondjuk így a hosszú lépésről még annyira nem ejtettem szót, úgyhogy most ezt megteszem, hogy így mi is ez. Alapvetően ugye, ahogy azt már így előjeleztem a legelején az epizódnak, ugye Budapest történetét, arcát, illatát, gasztronómiáját, közösségét szeretnék bemutatni. Ezt ilyen séták keretén belül teszik, amik általában 1-2, maximum 3 órások, de ezt az adott sétától függ, és ez adott séta alatt meg is lehet találni a honlapon, hogy ez mennyi időtől áll föl. És tényleg az a céljuk, hogy egy élményé tegyék ezt a sétát. Tehát nem úgy van, hogy csak így mész, és akkor egyik épület után jön a másik, hanem hogy így próbálnak erősen belevonni ebbe, és így tényleg nagyon oldott maga az a stílus is, amivel körbevezetnek.
nagyon-nagyon sokféle tematikájú séta közül lehet választani, ami náluk van. Van például olyan, amilyen sörséta, van gasztronómiai jellegű, van kifejezetten építészeti, vagy egy adott építészeti stílus köré épülő séta, például a Bauhaus köré is van egy. Sőt, vannak ilyen egész különleges témájú séták is, ha már előző hónapban így a Bokodél csatornáján a Feminista februárban voltunk, akkor így jó alkalom arra, hogy így megemlítsem, hogy van egy Pink Budapest nevezetű sétájuk is, ami az LMBTQ közösség életét mutatja be az 1800-as évek végétől egészen a Kádár korszakig, és hogy így tényleg nagyon érdekes a téma megjelölése is, meg ahogyan ezt így véghez viszi. Viszont ez is igazolja, hogy mennyire sokszínű témában mozognak otthonosan, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg mindenki megtalálja a maga számára a megfelelő témájú sétát, tehát ugye a saját érdeklődési körénhez leginkább passzoló sétát, sőt, akár ajándékba is tudsz venni ilyen sétajegyet. Szerintem, hogyha valakinek van születésnapja, névnapja, akit nagyon szeretsz, és mondjuk valamivel szeretnéd meglepni, leginkább egy élménnyel, akkor egy ilyen közös sétajegy utalvány álomszerű, de tényleg nagyon jó. Én egy ideje már egyébként annak a híve vagyok, hogy így élményt sokkal jobb ajándékozni, mint egy tárgyat. Mert hogy akkor, ha élményt adsz, akkor így a saját idődet is adod, és ez például egy tök jó eszköz erre. Egy jegy egyébként így 3500-4000 forint körül mozog, az függ az adott sétától, amit választasz. Ez így a vírushelyzetben is elérhető, mert megnéztem a honlapon, és március 27-ére, 28-ára már vannak kiírva sétaidőpontok is, úgyhogy hogy egy kis COVID-kedvező vagy COVID-kompatibilis programot is ajánljak így a hónap során, akkor ez pont az. És tényleg ilyen exotikus nekem ezt így átlátni, hogy így ez a sok jó kezdeményezés így csírájában hogyan tud egymáshoz kapcsolódni, és hogyan épülnek ki közöttük is a kapcsolatok, és hoznak létre egyre jobb kollab programokat. Még amit el szerettem volna mondani így a hosszú lépés kapcsán, az így a személyes kapcsolódásom a dologhoz, mert hogy ugye a Pockethez majd a könyv lesz, a könyvajánló lesz a kapcsolódásom. A hosszú lépéshez pedig olyan módon van összeköttetésem, hogy 2019-ben én magam is, mint diákmunkás részt vettem a hosszú lépésnek így a munkájában, ha csak egy nagyon rövid időre is. Mert hogy úgy épülnek fel a séták, hogy mindig van egy sétavezető, aki alapvetően tartja a túrát, ő az, aki ismeri jól az útvonalat és az adott témát vagy tematikát. Általában egyébként szakemberek, vagy pedig kifejezetten idegenvezetéssel foglalkozók, vagy az adott épület vagy téma iránt elkötelezett, szakavatott emberek, akiket kiválasztanak erre, és ők ezt rendszeresen csinálják. És vannak ilyen úgynevezett sétasegédek, én ilyen sétasegéd voltam. Ennek igazából csak az a lényege, hogy ők segítik a sétát, hogyha közben felmerül valamilyen probléma, elveszik valami, stb., akkor segítenek, és a regisztrációt végzik az elején. Ha valaki így állás lehetőség után kutat, és csak ilyen kiegészítő dolgot szeretne, és szeretne belőle tapasztalatot, meg tudást gyűjteni, akkor ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség erre. Nem tudom, hogy most is keresnek-e így sétasegédeket, vagy ezzel kapcsolatban változott-e valami így az eljárásrendet illetően, de a honlapot szintén belinkelem így a podcast alá, és akkor meg tudjátok nézni, hogyha titeket érdekel ez a lehetőség. De hogyha nem is sétasegédként, hanem mint vendégként vagy résztvevőként mentek el egy sétára, az is szerintem nagyon durván élményszerű. Én a csillag vizsgálóban voltam így a sétával, és alapvetően így nem rajongom a csillagászatért, de hogy akkor így nagyon magával ragadott, mert tényleg egy élmény lett, és így úgy éreztem, hogy a részese vagyok, és nem csak az van, hogy így bemutatják, hogy igen, ez itt egy csillagvizsgáló, és akkor ilyen unalmas információkat mondanak, hanem tényleg nagyon-nagyon érdekes volt, és nagyon közelivé tudták varázsolni hozzám ezt az alapvetően nem feltétlenül hozzám közel álló témát is. A végére jönne akkor a könyv ajánló, azaz a kedvenc részem az egész epizódban. A kötet, amit ajánlok, az a Mi van címet viseli.
az az érdekesség van ezzel kapcsolatban, hogy nem egy írója van konkrétan, hanem összesen 9 író és költő alkotta meg a benne található szöveget, méghozzá olyan mindennapi embereknek a történetéből, akik itt élnek közöttünk. Influencerek, rapperek, séfek, zenészek. Az ő történetéket elkérték, átdolgozták, átfogalmazták, és az van beépítve a könyvbe. De hogy valami elképesztő élményt nyújtott számomra, és nyújt mai napig is, mert hogy annyira benne vagyok én is, hogy így annyira megfogalmazok azokat a gondolatokat, amik bennem is forognak folyamatosan. Úgyhogy tényleg szó van benne anorexiáról, elhelyezkedési problémákról, továbbtanulás nehézségeiről, a testiség felfedezéséről, ez szóval tényleg így mindenről, ami körülvesz minket, mindenről, ami az élet, amiben vagyunk. Tulajdonképpen így a Bokodilnak az arculatkönyve is lehetne, mert hogy így minden benne van, ami fontos. Többféle könyvajánlót lehet ugye tartani. Én most azt a változatot választottam, hogy kiválasztottam olyan kis idézeteket, szösszeneteket a könyvből, amik nekem nagyon fontosak, vagy amik ilyen nagyon gyönyörű mondatok szerintem, és valami miatt közel éreztem, vagy közel érzem magamhoz őket. Én egyébként is úgy szoktam olvasni, hogy amikor nagyon tetszik valami, akkor aláhúzom ceruzával, vagy így teszek egy kis jelölést, és ezt nagyon ajánlom mindenkinek, mert utána tök jó így visszakeresni, és akár később megint elolvasni, és teljesen máshogyan kapcsolódni ahhoz a sorhoz. Jöjjenek ezek a kis szösszenetek. A kötetet Lackfia Mi van? Című novellával indítja. Ebből szeretnék először felolvasni egy kis részletet, ami szerintem jól tükrözi azt, hogy miről is szól ez a könyv. Mi van veled? Mi van velünk? Mi van a világgal? Mi van az életünkkel? Mi van a 20 évesekkel, és az egykori 20 évesekkel, és azokkal, akik most születnek, és csak 20 év múlva lesznek 20 évesek? Mi kell ahhoz, hogy rátaláljunk magunkra? Mi kell ahhoz, hogy rátaláljunk egymásra? Hogy rátaláljunk a bolygóra? Hogy ne pusztítsuk el egymást, magunkat, a bolygót? Aztán a következő szösszenet az Pion Istvántól, az Emberünk című novellából származik. Hogy ki vagyok én, majd később elmondom. A lényeg, hogy láttam, ahogy a taxis titeket hesszel, mert a hátsó ülésen részegen egymásnak kestetek. És láttam, ugyanebben a pillanatban, a taxi mögött, a megállóban két részeg szintén egymásnak esik. Láttam, ahogy kisgyerekként a saját torzult formádon nevetsz, és láttam, ahogy a nagyanyád az öngyilkosságot fontolgatja. Látom, ha tetsz el magadnak, és azt végképp, hogyha nem. Láttam, ha úgy indulsz el, hogy ő ma szeretni fog, és látom, ha előre látod, hogy ez csak fogni szeret. Látom, ahogy az idő múlása kizökkent, látom, amikor elkeseredsz, mennyire egyedül vagy, és látom, amikor rádöbbensz, hogy nem vagy egyedül, mondta emberünk. És tudtam, amit most is tudom, hogy az emberünk, mint mindenki más, én is vagyok, az ősrobbanás maga, egy ház, annak az égbolt a teteje, és alatta mind, ami van. A következő idézet pedig Lackfi János Körkapcsolás című novellájából. Az ilyesmi nem múlik el egészen, az élet hazugságok sem, a tökéletes család mézes máza sem, a nagy szerelem mézes máza sem. Azt hazudom, hogy élek, pedig. Pedig ott a nyúlós ragacs a talpamon, ami elárul. Azután rájöttem, hogy nem kell a sebeket rejtegetni. Nyugodtan járhatok átvérzett kötéssel, mindenki másnak is fáj. Ebből a fájdalomból lesz a világ dicsősége. Ha lesz. Ha átvérzik a valóság, hagyni kell. Kalocsai Bálint, Lélek Market. Egy identitáskrízis szakadékának peremén álltam. Multivá kell válnom, hogy egyáltalán felvegyenek oda. Tudom, hogy erre képtelen vagyok. Izsúzita, Körsvenk a kilátóból. Először azt tűnt fel, hogy mennyire nyitott és jóindulatú. Engem általában megijeszt az előzmények nélküli váratlan kedvesség, mert eleinte nem kellemes. Kicsit olyan érzés, mintha hideg kézzel simogatná a hátamat valaki. Később rájöttem, hogy ez nála teljesen természetes viselkedés, mert nagyon könnyen meg tud feledkezni önmagáról, és pont emiatt olyan szoros a kapcsolata az őt körülvevő dolgokkal. Kemény Gabriella, Fénykeresők.
Egy széken ülve pohárral kézben magam elé néztem, és láttam kétségbe esettnek tűnő tükörképem. Eltorzult az arca már az önmarcangolástól, minden bölcsnek szavától, a jövő némaságától. Ezért inkább belemerül az öntudatlan létbe, bolond az, kinek célja a boldogság keresése. Ben Wilberának van a kötetben a Valaki gyönyöre című novellája. Ebből nem olvasok föl részletet, mert ezt egyszerűen egybe kell elolvasni, csodálatos. Szerintem nekem ez a legkedvesebb novellám az egész kötetből. Lackfi János, az élők világa. Nincs mitől férni, mert nincs mit veszteni. Amitől félni lehet, az a tehetetlenség, az a zselé, amibe belefagynak az emberek, beleragadnak, mint mézbe a legyek, miközben valakiből szép lassan elszivárog az élet. Valaki más szívének lenni, ha már az a nyavajás szív nem dolgozik, dolgozni helyette, lüktetni helyette, nem hagyni abba. Ember helyett nem tudod akarni az életben maradást. Kalocsai Bálint merre? Menjünk kicsit vissza az időben, amikor Gergő még csak 20 éves, másodéves a bölcsészakon, nem nagyon tudja hova, hogy hogyan is fog alakulni a jövője, és összességében rohadtul meg van ijedve az életnek nevezett dologtól. Miszerint ha nincsenek megfelelő diplomáid, kitűnő eredményeid, doktorid, és még sorolhatnám, akkor bele fogsz dögleni az első hajtűkanyarba, amit az élet eléd állít. Van ez az érzés, ez a nehezen meghatározható, sötét és alattomos érzés, ami áthatja a mindennapokat, és a legváratlanabb helyzetekben pánikszerűen eluralkodik az agyamon. Nem élhetek bezárva egy ország vagy egy egyetem keretei közé. Akarok alkotni valamit. Azt hiszem, ez egy jó végszó volt így az idézetek közül, és még így annyit szeretnék tényleg ezzel a kötettel kapcsolatban mondani, hogy ha vagy ezerszer nem olvastam el, akkor egyszer se, mert akármilyen élethelyzetbe kerülök, valahogy annyira mai, és annyira azokat a problémákat írja le, vagy azokat a jó részeket, amiket én is nap mint nap átélek, és amiket szerintem a mi generációnk 20-as, 30-as éveiben járó fiatalok átélnek, hogy egy ilyen megnyugvással éleknek olvasni, hogy így nem vagy egyedül, hanem másoknak is hasonló, vagy ugyanolyan problémáik vannak, és ugyan számos különböző életút, mégis van benne egy kapcsolat, vagy egy kapcsolódás, és ez az érzés, hogy így nem vagyunk egyedül. És így tényleg nehéz megfejteni azt, hogy mi van. Mi van bennünk, mi van körülöttünk, mi van Budapesttel, mi van Magyarországgal. Főleg így a koronahelyzet kapcsán egyre nehezebb ezekre a kérdésekre valóban válaszolni, vagy bármilyen választ is találni. Végezetül még egy ajánlást szeretnék tenni. Ugye a kötetnek az a címe, hogy Mi van, és Vecsei H. Miklósnak van egy TEDx-es beszélgetése, ami szintén erre épül. Ezt is belinkelem alulra a podcast alá, és tényleg érdemes megnézni, mert hogy nagyon jól összefoglalja, amiről szól az egész könyv, illetve ami így a fő kérdés is talán manapság mindenkinek, hogy mi van. Ezzel búcsúzom, in brevi.